A csepergő eső sem szegte kedvét egy kis futáshoz a Bóbita óvodánál gyülekező lelkes szülőknek és gyerekeknek. A Katona József utcai Bóbita óvodáért indítottuk el ezt a futást, és a gyerekeknek lesz belőle játék, illetve az udvar szépítésre fogjuk ezt a pénzt költeni. Az időjárás megint úgy gondolom, hogy egy kicsit kegyes volt hozzánk. Nyilván lehet, hogy többen lettek volna, hogyha verőféles napsütésben vagyunk, de viszont én így sem vagyok elcsüggedve. Bemelegítéssel indult a rendezvény. A kicsik szívesen érkeztek a futásra. Jól sikerült, mert szeretem. Amikor futottam, nem is éreztem az esőt, mert annyira rohantam. Nagyon szeretem ezeket, amikor futok, meg mindig jól érzem magamat ilyenkor. Már máskor egyszer futottam. Mehetek a barátaimmal futni. Gyorsan futottam, és meg tudtam előzni nagyon sok embert. A Marsz Lali játékkuckónál volt a cél, ahol sok finomság várta a résztvevőket. A szülői munkaközösséggel tavaly évben indítottuk el ezt a jótékonysági nyuszi futásunkat, és úgy gondolom, igen, mindig kell egy kicsit az előző évhez többet tervezni, és igen, amit terveztünk, az létrejött. A közös aktív tevékenység vidám húsvétváró hangulatba telt, hiszen a kicsik már nagyon várják a tapsi fülest. Azzal, hogy kapok a nyuszitól ajándékot. Reggel felkelünk, és már ott várják minket az ajtóba, és a papa szódába szokott hozni ajándékokat, és nagyon szeretem, amikor a nyuszi elrejti az ajándékokat, és megkeressük. A résztvevők nem csak a futással, de a szülők és a gyermekek által készített dekorok vásárlásával is támogathatták a kis bóbitákat. Húsvét napja van ma, meglocsolják mindazt, aki hagyja. Kivirulnak ilyenkor a lányok, a hajukban csillognak a pántok. Kivirulnak ilyenkor a lányok, a hajukban csillognak a pántok. A legények hegyképen járnak, örülnek a sok piros toják. Hogy el ne hervadjatok, lányok, locsolkodjatok.